Sziasztok, hello mindenkinek! Nagyon szép péntek délután, srácok, hello, hello! Szia Skullhead, szia Tony Stark, szia Hungardian, szia Kiara, fél óra múlva, és hello mindenkinek, szia Ramses, Hunter F, hello, hello. Hát jó későn kezdünk, mármint hogy így magamhoz képest, nem így lett volna ez betervezve, de eléggé elcsúszott, széthullott a napom, mint a babok a porítóban. Hello Kálmán, hello Bello, kúp és epermentes babozást, köszönöm szépen, megfertőzött a Fall Guys, az a helyzet, ma egy piac mellett, mikor elhaladtam és megláttam az őrületes eper akciókat hirdető ilyen kis táblákat, akaratlanul az eperezés jutott eszembe, gondoltam, hogy lesz majd olyan szín, amikor bekészülök egy jó kis eper csomaggal az eperezések mellé. Még egy jó kis babozásokhoz. Szóval tönkre vagyok téve, már offline, az offline világban is ez a szarjára fejemben. Hát idáig jutottunk. Tönkretett, kész. A baboké lett az életem. Ez van. Füstölő be van-e készítve? Én magamnak egy olyan kihívást állítottam, hogy ma füstölő nélkül kell a Wien közelébe jutni, meg kell szerednünk, rá kell ugranunk a koronára, meg kell ragadnunk, és el kell tulajdonítanunk. Ez a cél. Vagy valamelyik, vagy a hexagonon túl kell élni, nem tudom, mit szán nekünk ma a játék, nem tudom, nem ismerem a sorsunkat. Majd megtudjuk, hogy a nagy babistenek mit akarnak velünk, milyen próbák elé állítanak minket, de helyt kell állni füstölő nélkül, ez a mai terv. Mielőtt bemegyünk a babok világába, mielőtt kitárjuk a babok világának kapuját, szóval egy nagyon fontos dolog, hogy jelentem, beszereztem az óriási mennyiségű hársfát, amiről már napok óta mesélek nektek, közben már itt jött is Lellehun, visszaszabolt, visszatért a babok közé, bármint, hogy Jézusom, tehát az Almaklubba visszatért, tönkrementem ebbe a bab dologba. Szóval életem legjobb befektetése. Ebben egész biztos vagyok, edes Lelle, köszi a kitartó támogatást. Szóval, ugye már meséltem nektek a faragós streameken, hogy ebből a kis fadarabból kellett egyelőre dolgoznom, ezért vágtam bele ezekbe a miniatűr kis műtyűrszar projektekbe, de tudjátok, hogy mi van itt tőlem karnyújtásnyira? Csak hogy összehasonlításképp, ez a múlt, oké? Okay? Mutatom, mi a jövő. Ez! Óriási hársva rög! És ez egy dolog, hogy ez egy masszív nagy darab, de ebből van nekem 5. Úgyhogy olyan faragások lesznek itt, srácok, elképesztő. Hársfa nagyhatalommá vált ez a csatorna. Miattam újabb erdőket írtottak ki, ez már kicsit nem, tehát ez már nem olyan, nem túl pozitív fényt vet a csatornára, de cserébe megpróbálok belülük valami szép dolgot faragni, úgyhogy nézzétek el nekem, hogy meg fogunk fulladni, hogy a bolygónknak annyi, de majd Elon Musk remélhetőleg elrepít minket a szebb jövőbe. Meg tulajdonképpen ennek a bolygónak már úgyis mindegy, most már ezt már nem lehet visszacsinálni, úgyhogy még gyorsan mielőtt elpusztulunk, még hadd faragjak ki valami vackot. Ez a tervem, így a világ végére. Oké, okay, Kálmár, igen, azaz. És illene ide, igen. Ez a kedves kis szép magyar mém. Nem húzzuk tovább az időt. Megyünk a babokhoz. Már hallom a babok hívó szavát, és én nem tudok ellenkezni. Menni kell a babokhoz, srácok. Sajnálom. Magamat, egyébként. Titeket is sajnállak, hogy ezt a szenvedést kell. Jaj, ne! Ó, Istenem, a zene. Jaj, Istenkém. Hát. Ez tényleg lehet, hogy nem kéne ezt magammal ezt csinálnom. Nem tesz jót. Én azt mondom, hogy menjen az első. Lehet dobálni a csatornapontokat. Hopp, és ott maradt múltkorról ez, iratkozz fel a FanVidGeeks-re, meg itt még pár dolog látom, itt még nem lett lenullázva. Már veszem is le a mai döntők számát. Egyébként iratkozzatok fel a FanVidGeeks-re,
az továbbra is áll a dolog, de Dave elfelejtett utalni. Úgyhogy Dave, kérlek szépen, nézd rá, ott valami az automatikus utalással elcsúszott, úgyhogy addig sajnos le kell vennem, tudod, ez a szabály. Nem kivételezhetek még veled sem, sajnos. Itt a Pavlovi Reflex, így van, már gyomorgörcs a zenétől, de próbáltam rezenéstelen arccal elviselni. Jól indítunk, rendben, menjen! Zárjuk le ezt a hetet, öblítsük le a babokkal. Jaj, Isten. Szótlan vagyok. Hú. Bekészítettem ide magamnak legalább kicsit fölvidítson. Van itt kávé, van itt... Megint hoztam kólát. Itt van a nyikorgós kulacs. Itt van az óriási hársfa. Egyébként elképesztően jó illata van. Ó, igen. Ma nem füstölőt, meg nem... Hát a mangó ez egyébként ott van hátul, úgyhogy mangó illat is van. De most a hársfa. A hársfa a természet ereje. És közben lemaradtam, hogy történtek itt dolgok. Igen, mindjárt mondom. F1 and more. Köszönöm a 100 bitet. Nem tudom, mi folyik itt azokkal a fakockákkal, de nyomja Tomi. Hát figyelj, van aki ugye mindenféle kriptovalutába fektet. Én úgy voltam vele, hogy a hársfa az jól tartja az árát. Úgyhogy hársfa rögökbe fektettem. Vagy aranyrudakba ugye van aki, de a hársfa ereje ma velünk van. Úgyhogy nem hiszem, hogy ha hársfa velünk, akkor ki ellenünk, ugye? Természet anyánk. Itt ölel engem balról, még tökéletesen tudok így támaszkodni. Ja, várjál! És az egérsebesség. Rögtön egy gigantikus laggal indulunk. Ja, Istenem. Ez a fidget spinnerek, meg a Saturnusok. Így nagyon jó, már kapom is. Kapom is a gyűrűmasszást. Hát persze, hogy lelöknek. Mikor játszottunk legutóbb? Talán... Oda nézd! Micsoda mentés! Azért itt már vannak skillek. Az idióták nem tudták kiszámolni. De hát nem baj, ők nem e-sportolók, ők csak hétköznapi halandó babok. Talán hogyha mennétek, drága babtársaim, és nem akadályoznátok a hivatalos e-sportolókat, akkor... Na most ott mi? Nézzenek oda, még az utolsó pillanatban, mint amikor a metró csukja már be az ajtaját, és még te befurakodsz, Budapesten él, és aktívan használja a BKV eszközeit, az már rutinosan mozog, rutinosan kezeli az ilyen helyzeteket. Hát nézzétek meg, ez egy erős kezdés. Lassan már kezdem unni. Túl jó vagyok. Ezért megérdemlek egy kis jutalmat. Tökéletes illatok. Közben valahogy egyébként az egérsebesség minden alkalommal, mintha átállítódna. Sosem tökéletes. Köszönöm szépen a dicsérő szavakat. Ez freestyle-ozik. Egyébként utána olvastam a babok jótékony hatásainak, találtam egy cikket, ahol a hat, összeszedték a, kiemelték a hat legnagyobb pozitív hatásait a baboknak, és most már nagyon sokkal okosabb lettem, mert hogy kiderült, hogy a babok színe megmutatja, ha jól emlékszem, a babok színéből lehet következtetni arra, hogy mekkora az antioxidáns tartalmuk. Minél színesebbek a babok, igen, itt van, a bab héja a színét és antioxidáns képességét, ja nem, várjál. Minél sötétebb a bab, annál több fenolt tartalmaz.
Ez fontos majd ezt figyelembe vennünk a... mikor elfogyasztjuk babtársainkat, hogy kiből kérjük a shake-ünket. Az egyik legmagasabb antioxidáns tartalma a vörös babnak van, úgyhogy ki kell szúrnunk a legvörösebbik babot. Na, az eperezések. Itt egy elég vörös, a vörös babokhoz kell közel férkőzni. Ja, hogy közben forognak, igen, jó. A szilva... megszilvázott! Nem tudom, hogy bevalljak-e nektek valamit. Gondolkodtam a stream előtt, hogy elmondjam-e nektek, vagy ne. De lehet, hogy úgyse tudom titokban tartani. De jó, bevallom. Ma nem érzem az esélyét a győzelemnek. Sajnálom! Tudom, csalódást okozok most rengeteg embernek. Több százezer ember hördült. Ja, hát ez nem is volt nehéz. Királyka 06! Második hónap végre, Királyka 06, büszkén viseled a kettes badge-et. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy ilyen kitartóan. Ja, hogy nem frissült a chat. Köszi, Királyka. Várjál, Királyka, neked van szülnapod? Kinek van szülnapja? Bocsánat, valaki mondta tegnap, de és Királykára emlékszem, de lehet, hogy hülyeséget beszélek. Még biztos vagytok, biztos vannak itt szülnaposok, nem? Mindenkinek nagyon boldog születésnapot, hársfában gazdag. Gyönyörűséges. Birtumnak is van. Akkor Birtum, neked is hajrá. Szia Gergő, hello. Itt van Ascorfed is. Hát mindenki beköszön itt. Sziasztok srácok. Együtt zárjuk, közösen zárjuk ezt a csodálatos hetet. Egy ilyen undorító streammel. Amilyen szép hetünk volt. De legalább, jaj nem, már megint gitároznak. Már Kálmán megint itt van. Kálmán szólózik. Kálmán, lehet számot is kérni, vagy csak ezt lehet újra és újra hallgatni. Én már megőrülök, amikor valamit százszor kell megköszönöm a választ. Olyan érzésem van ilyenkor, mint az Adobe Animate-ben lennék, és újra meg újra kéne hallgatnom a felvett szinkront. Itt nagyon... Nem érzem, hogy ez kihívást jelentene. Kezdem unni. Lehet, hogy a szünetekben egy kis kopjafát nekiállunk faragni ebből. Azt írja Kálmán, sorry, majd küldök be a baboknak új számot. Légy szíves, Kálmán, hát a te kreativitásoddal és tehetségeddel nem hozzád méltó ez. Több van benned. Az UVU ereje legyen velem. Az UVU ereje az Nessali baráttal van. Nem akarom elvenni tőle az UVU erejét. 11 hely van. Na jó, ez vér. Ez necces. Be kell valljam nektek. És el is feledkeztem a boxkesztyűkről. Ne, az annyira jó volt! Balra kell menni. Sajnos nem állunk jól. Jaj, ne! Csapó vagy! Lehetséges, hogy eddig jutottunk most, és nincs tovább. Lehetséges, hogy nem tudok játszani. Lehetséges, hogy több száz embernek streamelem azt, ahogy leégek. Könyörgöm! Azaz. Van még esély? Valaki mondja meg! Köszönöm a választ, te rohadt tettű boxkesztyű, de nem téged kérdeztelek! Ez kuka. De, tudjátok, sose szabad feladni. Még én hiszek magamban. Két hülye nyomorék! Az egyiket kiizélték. Ugor már! Uramisten, én leszek az utolsó! Hát az önmagamba vetett hit! Na jó, ezért egy tripla hársfa illat
Ó, igen. Ez már-már illegális, amit művelek. Hű. Na most ez 11 emberre, ha nem döntő. Légy szíves, legyen döntő. Hadd vegyem el a csatorna pontjait annak a rengeteg embernek, aki... Final, final! Drága, drága 113 ember. Sajnálom. Ugyan már remélem, hogy nem sajnálom. Nézzétek, várjatok. Ott a counter már nyomtam is az egyet. Az arany pörgetjük. Az arany propeller. A rost puhító. Na jó, ezt mindig elcseszem. Mindig az elsők között hullok ki, úgyhogy most nem. Most nem így lesz. Pulzusomat kicsit a légzés technikával lejjebb viszem. Higgadság. Nyugalom. Babok. Az nem lesz jó. Az nagyon nem lesz jó. Az a rohadt... Ja de! Oda kellett volna futni. Mondtam, hogy nem lesz jó. Bár annyira jó lenne már legalább így a közelébe lenni ilyenkor a winnek. Na mindegy, addig elveszem a pontjaitokat, mit szóltok? Amíg ezek itt... Bejutok a döntőbe? Igen. Na most bírtum 5000 pontból... Mennyi? Egy kilencszeres? Kilencszerest szedtél össze? Na ezt nevezem én. Menjünk vissza. Szép volt, bírtum. Hát nem látom, hogy vörös babok lennének egyébként. Ezeknek még az antioxidáns tartalma sem nagy. És ilyenkor mi a franc van? Nézzétek meg. Ezek gondolom, akkor már egyik platform se fog lezuhanni, mert azért az kicsit kemény lenne. Pár száz pontból 7000. Szép volt. Szép volt, Csaba. És köszönöm, hogy bíztál bennem. Na, ő nyert. Ja nem, még van a másik végén. Jó ez a spectate mód. Csöppet sem lagból. Na ez a robot. Jó, mondjuk egy ilyen felszereléssel, aki nem nyer. 1500-ból valaki 13000. Szép. Ja igen. Tegnap elmondtam, de biztos nem jutott el mindenki ez az info. A Wreckfestet, amit Deadly Cross ajánlott fel, azt az, lejjebb vittük, úgyhogy már 150 000 csatornapontból ki lehet váltani a Wreckfestet. De mindig el kell mondjam, egy darab van belőle, úgyhogy a leggyorsabb ember. Nos, ismét indul az új szavazás, fogadás, vagy mi a fene. Ha nyertem-e már? Sajnos nem. Azért áll nullán a winek száma összesen. Az nem mára vonatkozik, hanem... Amióta itt vagyok ezen a bolygón, még nem. Itt van Deadly Gross is. Hello, Deadly Gross! Mai első win alkalmából csak most. 149.999 a Wreckfest. Lejjebb vigyük, még jobban. Legyen egy ilyen brutális akció. Na közben én már megyek is. Úgyis még amíg összegyűlnek itt a bab népek. De úgyis, ezt mindenki tud szavazni, csatornapontokból. De mindjárt lejár, az a baj. Mindenkinek van lehetősége. Köszönöm a... Na, egyből változott a helyzet, most már 33%. Sőt, az emberek fele igazából, ha jól látom, rám fogadott, csak a pontok. A rózsaszín oldalon több gyűlt össze. Hát nézzük. Elég erősen indul ez a mai. Úgyhogy rá is nyitok egy kis nyikorgós kulacsot. Kék oldalon egyébként most se rossz a szorzó, háromszoros, úgyhogy nem rossz. Na, 41-en indulunk? Az nekem az... Akkor könnyebben jutok a döntőbe, nem?
Ugye ezt most ki kéne használni. Hát hiányzik az egyharmada a mezőnynek. De az is lehet, hogy ez a játék úgy válogatta össze, hogy most ez a legkeményebb játékosokat berakta egy lobbiba. Hú, az nagyon vörös, ennek nagyon magas az antioxidáns tartalma, még akkor is, hogyha kicsit rózsaszín. Gyere le, gyere le, gyere le. Ott is van. Az megy ott, aminek neki megyünk. Ott is van. Az nem lesz jó, az viszont jó lesz. Az nem volt jó. Mindenki ugrott, csak én nem. Beszorultam, nem nyílik. Galamb testvérem, mi látszik a galambok? Galambokat megtévesztett ez az ajtó. Hát szarul állunk, mit nem mondja. Jobb szélső. Majdnem kilökött a mocsok. Megnyugodtam, minden rendben. Ja, ezt meg leveszem. Top 50%, mondjuk ezért nem volt olyan nagy kihívás. Nos, maradjanak vörösök. Ezek az amongúzok. Úgy sok magas antioxidáns tartalmú kollégával csapunk össze. Ez mi? Felkiáltójel vakcina. Ez mi? Vannak olyan streamek, ahol van ilyen parancs? Meg tudod nézni, hogy a streamert mivel oltották be, vagy beoltották-e? Hát ez érdekes. Legyen ilyen? Nem tudom, mit kell csinálni. Várjátok. Mi? Ne hagyjam, hogy kiüssenek, de mi üt ki? Vagy mi van? Nem értem. Mi a fos? Jó, hogy itt le... Hallod, itt leesnek a izék, hát... Miért... Hányféle pálya van még ebben a játékban? Tehát így ez így nem volt eddig, azt hiszem, nem rémlik, vagy nem tudom. Hát ez egy gyors kör volt, hát nem jutottam be a döntőbe. Hát szomorús, de hát ez mi? Én most már azt hittem, hogy már újat nem tud nekem mutatni. Hát gyorsan indítom is az újat, mert ezt felejtsük el, ezt nem történt meg, jó? Most nyomhatjátok a csatornapontokat. Elnézést kérek, a kék oldaltól szabotáltak minket. A programozók szerintem fél órával ezelőtt, pont amikor elkezdtem a streamet, meglátták, hogy folgászozni fogok, és gyorsan megírtak egy... Csak összedobtak gyorsan egy új pályát, és update-elték a játékot. Ezzel nem tudunk mit csinálni, sajnálom. Szabotálják a galamb projektemet. Valakik ott is van fasizott, hogy terheléses támadást indítottak a játék ellen. Az összes pályára annyi ember özönlött be, hogy a játék már csak ezt a pályát találta szabadon. Csak ide tudott minket berakni. Jól látod, átlátod, fasírozott a helyzetet. Örülök, hogy végre valaki... Nyitott szemmel jár kell a világban, és nem lehet őt megtéveszteni. Micsoda? Az a kérdés, hogy tudnék-e ajánlani olyan oldalt, ahol ingyen lehet, vagy pénzért beszerezni ilyen stream átmenetet? Fogalmam sincs, én teljesen magamnak készítettem ezt az overlay-t. Még ezt az áttűnés animációt is. Úgyhogy sajnos nem tudom. És pont azért egyébként, mert nem tetszettek, amiket találtam. De ez jól néz ki. Ez fullos. Minőségi. Úgyhogy sajnos nem tudok. Hát nem tudtam kihasználni ezt a 40 fős... Ezt a 40 fős mezőnyt. Minden halál alkalmával felolvasok nektek majd egy pozitívumot a babokról. Ez a mai terv. Kicsit informálódunk. Sikerült-e kifaragni a D20-at? A D20 projekt, igen, abból sokat nem láttok, de még nem ért a végéhez.
Már mondtam a tegnapi streamben is, hogy nem volt egy jó ötlet ezzel a... Nem volt jó ötlet belevágni ebbe a projektbe. Sokkal nehezebb, mint én azt hittem. Úgyhogy amint kész lesz, sokkal... Tehát más típusú dolgokat fogunk faragni. Gondolkodtam, hogy mit lehetne... Jaj, ne! Úgy is van, ez még jó lehet. És mindenképpen egyszerűbb alakzatokat szeretnék. És például eszembe jutott, hogy a Star Wars-os cuccok azok olyan jól néznek ki. És némelyiknek az alakja szerintem faragás kompatibilis. Na hát most lehet el kellett volna mennem arra. Aha. És például én arra gondoltam, hogy egy R2D2-t meg fog próbálni kifaragni. Ne már! Szóval szerintem, hogy R2D2 az nem annyira nagy kihívás. De tudjátok, ez mindig azt mondom, mindenre ezt mondom. Aztán mindennel szívok. Hát nézzétek meg, dominókon ugrálni sem nagy kihívás. Aztán most ez sem sikerül. Jaj ne, én tartom nekik, a csicskájukká tesznek. Szomorú lenne, nem lennék a 44-ben. Uramisten. Nem akarom elhinni, amit látok. Jaj, ne! A hülye mongúz. A hülye magas antioxidáns tartalmú piros nyomorult babszem. Hát fogynak a helyek. 30. Most ha rám nyúl valaki, eltöröm a bokáját. Köszönöm. Látjátok? Kicsit így... Na, ez tiszta antioxidánsos. Ha ezt meg tudod csinálni, elmehet szobrásznak. Szerintem menni fog. R2D2-t meg lehet csinálni. És végre nem ilyen kis szírszarból kell kifaragni, ilyen masszívabb darabból. Így egész nagy, na ekkora lenne. Hát... Szerintem egy ilyen ekkora kis R2D2-t össze tudunk hozni. Ó, igen. Szia Intimi, hello. Szabi azt írja, hogy a bokatörés nem vicc, tapasztalat. Te is rányúltál egy babra? És így... Ez lett a jutalmad? Ezért nem szabad. Mire írtad, Robert, hogy beteges? Beteges lenne az, hogy a hársfával kábítom magam? Ja, igazad van. Most gyorsan, úristen, és ezt látta több száz ember, hogy hársfát szagolgatok. Már hozom is a kokaint, hogy ne legyen annyira vállalhatatlan, amit csinálok. Induljunk. Ezt sose szerettem, és sose fogom szeretni ezt a pályát. Ez is nyomaszt. Nyomaszt, mert nem tudom, hogy milyen útvonalon menjek itt az elején. Rendben. Szerintem ez... Ott vagyunk az élboly, az élmezőny. Ott is van. Ott is van! Gyorsan még ott vagyok. Az lehet, hogy ez... Ja nem, harmadik hely. Hülye gyerek, megelőztem. Lenyílik ott. Átugrunk. Megyünk tovább. Hú. Ez kell nekem. Ne, enyém! Ott is van, az is kell! Ezt is akarom! Ne! Jó, oké. Mindent nem lehet az enyém, az a baj. Kicsit telhetetlen vagyok. Jaj, ne, nem láttam, hogy hol vannak ezek a... Rugós szivacs izék. Rendben. Ne, nem akarok még egy... Jó, menjünk még egy kört. Akartam menni. Szerintem most jók vagyunk még. Amúgy. Azt nem tudom hova dob. Nem merem igénybe venni a dobbantót. Rohadjatok meg, az én kis dobbantóimat ellopják. Srácok, fogynak. Nem fogynak, bőven van még hely. Jaj.
kérdezi, Robert, hogy nem a fenyőnek van jó illata? Annak is tud jó illata lenni, de ennek a házfának is elég kellemes illata van. Jaj, nagyon jó, nagyon jó. Lehet, hogy tehetetlennek tűnök, de... adjuk meg a módját. Úgy is van. És így a hab... a tetejére. Meg lesz az a döntő kobalt. Nem hagyom. Hát itt már ütköztem nehézségekbe, főleg a végén. Reméljük a végén. Mennyire vannak hajszárítók? Nézzük meg. Mindig vannak itt hajszárítók? Ez nem is az a pálya? Mutasd, légy szíves. Most nem látok hajszárítót. Nem fognak minket megszellőztetni a végén. Pol pozíció. Én futottam a legjobb időket. Ott is van az e-sportoló, őrületesen megy mindent. Uram Isten! A laggoló lásfürdőbombák sem okoznak gondot. Mert le kellett volna vágni. Tökölj meg! Miért az arcomba ugrasz? Rohadt szemét! Bocsánat, mert hogy nem annyira örültem, na. És megint ott van! Hát azt hiszem, ha még egyszer... de kizökkentett. Az a rohadék, tökéletesen mentem, amíg nem jött szembe velem az a szürke rohadék. Oké, meghaltunk. Tessék, kész, kicsinált. Talán még van esély, azt mondjátok? Ne, kér! Lett volna még esély. Ez a szomorú. Na itt egy érdekes üzenetet láttam közben, és tök legjobbkor jött, mert elterelte a figyelmem arról, hogy most megint leégtem. Hát nem jutottam be a döntőbe. Ez most nagyon az... Nem tudom mire fogni, ez az én hibám volt. Fene, egyen meg. Sajnálom. Indítom az új fogadást. Bocsásson meg a kék oldal. Na de itt Blas írta, vagy Blasser, bocsánat. Volt egy régebbi streamed, ahol a téma az volt, hogy vannak-e még olyan oldalak, ahol reklám nézéssel tudsz pénzt keresni, és ki akartad próbálni, hogy még ma is működnek-e ilyen oldalak. Találtam egy oldalt, ahol zene hallgatással állítólag lehet pénzt keresni. Briefbe elküldtem a linket. Köszi szépen, Blasser. Itt küldted el? Megnézem, akkor itt küldted el, gondolom, Twitch-en. Rá fogok nézni. Ugye elmondom egyébként azoknak, akik nem voltak itt azon a streamen, hogy miről van szó. Nem tudom, hogy jött fel annó a téma. De egyszer beszéltem, meséltem nektek arról, hogy középiskolás koromban én beregisztráltam egy olyan oldalra, ahol ilyen pár centeket lehetett kapni azért, hogyha mindenféle weboldalakról, vagy ilyen reklámokat néztél. Így középiskolásként így próbáltam ezzel valami pénzt összeszedni. Gondolhatjátok. Nem kellett befizetni semmit, úgyhogy nem húztak le. És az jutott eszembe, hogy vajon vannak-e még ilyen szírszar oldalak, ahol így lehetne pénzt keresni. Köszönöm szépen, Blasser, meg fogom nézni. Zenehallgatásért pénzt kapni. Hát ezt max úgy tudom elképzelni egyébként, hogy mi lehet-e mögött, hogy... hát ugye, mondjuk ha Spotify-on meghallgatsz egy számot, az ugye az előadónak ő azért kap valamennyi pénzt. De hát egy lejátszás az minimális. Szóval azt el tudom képzelni, hogy ők erre mennek, hogy valamilyen szinte értelmezhetetlenül kevés pénzösszeget megkapsz, hogyha meghallgatod. Ó, Viki! Hello, szia! Köszönöm szépen a 165 fős rédet, sziasztok! Húha, ne haragudjatok! Nagyon adja magát, hogy esetleg timálnák vagytok? Csak, de most jól leégek.
Na mindegy, mindenkit üdvözlök, sziasztok, köszi szépen, Viki, hogy ide irányítottad a kedves nézőidet, és nézhetik, ahogy, hát ahogy tönkre teszi az életemet ez a játék. Már rutinszerűen teszi, tudjátok, szóval már a kisujját se kell megmozdítania, és fölőrli, összeporítja az idegrendszeremet. Neki már nem okoz kihívást, szinte a napi rutinja része, ahogy én megiszom a reggeli kávémat. Jézus Atya Úristen, és pamputyáik is rédeltek, ami... Hello! Sziasztok! Uram Isten! Köszi Norbi, köszi Márk! Köszönöm szépen, hogy hozzájárultok ahhoz, hogy minél több emberhez jusson el a videó és hanganyag arról, hogy megaláz engem egy ilyen gusztustalan, színes, szagos, babos játék. Nagyon szépen köszönöm, és üdvözlök mindenkit. Ha valakinek van kedve együtt szenvedni velünk, akkor szeretettel várjuk itt ebben a... Vagy hogy mondják? Már itt vagytok. Akkor szeretettel körbevezetünk titeket itt a páholyok között. Nézhetitek ezt a szenvedést, ami itt folyik már hetek óta. Erre kárhoztattam, az a helyzet. Egy rohadt vinem nincs még ebben a játékban, és ennek ellenére viszont van zavarba ejtően sok játékórám. Már meg sem merem nézni a Steamen, hogy mennyinél járunk. Nagyon-nagyon megalázó. De lehet, hogy ez a nap, lehet, hogy most itt vagytok pont a megaláztatásaim utolsó perceiben. Ez egy történelmi pillanat lesz, ha egyszer megérjük. De szomorú lenne, ha sose jönne össze a win. Már többször is volt... Igen, azoknak, akik most csatlakoztak be, biztos megtévesztő, hogy olyan, mintha nem lenne kontroll... Nem tudnám kontrollálni, hogy a testemet hova lögdösik ezek a propellerek, de... tudjátok, azon a profi szinten, ahol már én játszom ezt a játékot, ez megtévesztő lehet. Én már a pálya nehezítéseit kihasználva jutok előrébb a játékban. Néha tűnhet úgy, hogy nem tudom kontrollálni az eseményeket, de ez, higgyétek el, a terv része. Látjátok, még ilyen profi, oda nézzetek, olyan dodge-okat tudok már. Napi szinten keresnek meg mindenféle e-sport klubok, a csapatok. Ott is van. Szóval a játék, a pályáknak a nehezítő kis szarjait már a pálya ellen használom föl. A saját fegyverével győzöm le, hogy úgy mondjam. Köszönöm szépen. Ha ilyen profi vagy, akkor miért nincsen még winem? A kérdés jogos, de az kell neked mondjam, hogy sajnos gyanítom, hogy itt valamilyen gusztustalan összeesküvés van a háttérben. Mert pont a kérdésed jogos, bennem is fölmerült már. Szerintem szabotálnak. Valamiért a játék... Hát ugye nekik ez egy jó promóció, hogy én ezzel játszom, és tudják, hogy csökkenni fog a lelkesedésem, ha megnyerem. Ha Calvarian végére érek, szerintem ez van a mögött. A fejlesztők minden stream alatt ott ülnek, és folyamatosan írják át a játék kódjait, és újabb nehezítő szarságokat írnak bele a kódba, persze amik csak rám hatnak. Én azt gondolom, hogy ez az egyetlen magyarázat. Ja, micsoda? Hogy súlyt kéne növelni, és akkor nem tudnának megmozdítani? Vagy valljam be, hogy azért nincsen vinem, mert hogy vajszívű vagyok, és mindig átadom másoknak. Akik már itt vannak ezeken a streameken régóta, azok tudják, hogy sajnos... Az a baj, ezt nem hinné már el senki. Az a vonat elment. A vajszívű... Mi voltam? A galamb lelkűségem... Hát... Nem biztos, hogy túl hiteles, ha ezt mondom. Oda nézzetek! A profik fölmennek? Én profi vagyok. Ott is van. Hát ez működő. Működő taktika. Eddig ezt nem alkalmaztam. Ugye azért sem, mert
általában a játék csupa idiótával sorsol össze, akik világukat nem tudják, és hát nem ezektől a félkegyelműektől fogok én majd tanácsokat elfogadni. De most lehet, hogy kivételesen ezek nem olyan tipikusan szírszar bablények, akikkel összesorsolt a játék. Ott is van, ezt a dobantót én akarom! Az alza manóval... Elloptam előle. Milyen ideges lehet, hogy a profi e-sportoló kijátszotta. Na most... lehet, hogy most már ez nem biztos, hogy célra vezető taktika, de... De ilyen park... Jaj, oda nézd! Azt hiszem előre fog dobni ez a felfújható ócska matrac. Ne. Nagyon szűkösek a helyek, amúgy most nézem, hogy... Jaj, nem figyeltem. Jó, erre kell menni. Benne leszünk a 19-ben? Kérlek. Ez a dobantó, ez jó. Igen, jó is, és el is vitték. Nem baj, megyünk előre. Majdnem hátra dobott. Nem baj. És benne vagyunk a top 10-ben. Nem volt gond. A hársfa ereje továbbra is velünk van. Lehet. Na mindegy, várjunk, erre még visszatérünk. Jaj, megérdemlem a hársfát, na. Ó, igen. A győzelem illata. A siker. Amúgy nem is értem, hogy az autókban visszapillantóra miért ilyen hülye wunderbaumokat akasztanak emberek, miért nem ilyen hársfadarabokat. Csak egy nagyobb fékezéskor lehet, hogy a szélvédőt cserélni kell, de megéri. Jaj, ne. Jaj, ne. Itt eddig is... Jaj, ne. Ez a pálya, ez nekem, ez nem igazán megy. Maradjunk annyiban. Fölmegy, mint hogyha én lennék a lottósorsoláson az egyik szám. Itt úgy érzem magam, amikor így föllövel. A levegőbe. Add ide! Add már ide! Minek neked te? Úgyis egy idióta vagy, én meg egy galamb. Újra tervezzük a dolgokat. A levegőben nem lehet egyébként elkapni? Mert akkor jó, hogy ez... Dodzsolunk. Meghempergőzünk. Úgy látom nyugodtan egyedül futkározok itt a mezőn, mező szélén. Valaki követ minket, ugye? Nem merek hátra nézni, mert akkor... Annak van, nem tudom, hogy van-e farka, van farka. Galamb kollégám, olyan, mint hogyha az utolsó elhajított kenyérmorzsáért küzdenénk. Olyan érzésem van. Jaj, ne! Jaj, ne! Uram is, nem tudom, mi történik. Ah, most már tudom. Valahogy még megvan. Ne kérdezzétek hogyan, de valahogy még megvan. 12 másodperc, kérlek, hadd jussak tovább. Édes Istenem! De! Kettő! Tönkre fog tenni ez a játék. Egy emberi roncs. Egy emberi roncs leül le streamelni. GG, ott vannak a GG-k, jaj, nagyon szépen köszönöm, tényleg. Ez egy döntőbe jutás? Ez egy döntőbe jutás, úgyhogy 136 embernek vettem el a csatorna pontjait. Na jó, most drukkoljatok, most ott hagyom a chatet. Szükségem van a kedves nézők segítségére. Koncentrálok. Baj, hogy nem tudom, mit kéne csinálni. Nem tudom, mi itt a jó taktika. Azt a rohadt, láttátok, hogy a mocsadék rám nyúlt. Az alza manó. És ez lett a veszte. Na így baszakodj a galambbal. A galamb lelkű önmagammal. Jobban járt volna, ha valamilyen maffia főnök beköt bele.
ott még talán lehet, hogy ki tudta volna magyarázni a dolgokat. De hát ugye kevés volt. Hát kevés volt. Nem megyünk a szélére, ezt most akkor megtanultam. Jó lecke volt. Tudom, hogy nem kéne még ugrálni, de rettegek, hogy nem veszek észre egy lyukat a padlóban. Hihetetlen, hogy valahogy, na mindegy, mindig olyan. Ez a magyar utak minősége. Tehát ez a játék már többször is észrevettem, hogy a magyar viszonyokat próbálja nekünk burkoltan megmutatni. Tehát, amikor a legolcsóbb, vagy pontosabban a legdrágább kivitelezővel ilyen szar minőségi utat építettek. Hova mentek azok a pénzek? Kérdezik jogosan a babtársaim és én. A Isten. Remeg a kezem. Ne! Eliminálódtunk. Sajnálom. Sajnálom, de legalább ott volt a döntő. Fene egye meg. Fene egye meg egyszer már csak. Majdnem bizony. Ez nehéz. Ez a döntő, ez nehéz. És stresszes az a helyzet. Viszont bejutottunk a döntőbe. Úgyhogy a kékeknek már osztom is ki a csatorna pontokat. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki bízott bennem. Hú. Ott van a korona, aminek még a közelébe nem jutottunk. De majd talán. Egy szép napon. Nem kérem. Na, indítom az új szavazást, hogy bejutok-e a döntőbe. Már indul is. És én meg már indítom is a játékot. Ez a Fall Guys széria olyan, mintha Miskolcon megpróbálnál lemenni a boltba. Inkább az üres kosarakért. A limitált mennyiségű kosár, amit kihelyeznek az üzlet elé. Azért megy a küzdelem. Pamputyáik leveszik a szemüveget? Pamputyáik levették a szemüveget? Hát én is leszoktam venni stream után. Jajjaj, majdnem behúztatok a csőbe, hajjaj! Szép volt, srácok, a próbálkozás. De hát... babsportoló azért nem dől be ilyen boldogulnak. Halljátok ezeket a hangokat? Ezek a piú-piú? Ezek az idegeim, ahogy így elpattannak, azt halljátok egyébként. Sokan szerintem összetévesztik, hogy a pálya elemeknek van ilyen hangja, de nem. Ez a mikrofonomból szűrődik be a streambe. Úristen, közel látom, hogy engem már fenyegetnek a cseten. Hogy ajánlom, hogy bejuss rá. Hát egy ilyen komoly fenyegetés. Ez eléggé megfélemlítő, úgyhogy iparkodom. Most majdnem megint a gyengébb teljesítményű csapattársam hátráltatott. Hát nem okoz kihívást. Az nem tudom, mit csinál előttem, de fölkúszott, mint egy csiga. Nem tudom, láttátok-e. Odáig evolválódtak ezek a babok, hogy már olyan szerveket alakítottak ki, vagy növesztettek ki a hasukon. Ilyen csigaszerű nyál termelődik a melkasukon. És a nyelvüket ilyen csákányként használva így fölhúzzák magukat. Hát egy kis biológia óra így a
szünetben. Top 5. Én már meg sem említem. Top 5 volt, láttam én is. De hát sajnos. Norbi levette a szemüveget videóban. Tényleg levette YouTube-on. Értetlen, hogy így akarnak kizökkenteni az emberek. Norbi levette a polcról a szemüveget, ne! Istenem már, mi megy itt a cseten? Srácok, nem tudok így koncentrálni, hát ez nem lehet. De a sportolóknak egy foci VB alkalmával azt ordibáljátok be, hogy ki hogy vette le a szemüveget? Itt most fontosabb dolgok vannak. Hát most bocsáss meg, Norbi. De hát... Nézzetek körbe, hát ez mindennél fontosabb, ami itt zajlik. Nem hisztek nekem, nézzétek meg az esti híradót. Csak ezzel a streammel lesz tele. Ott is van! Gyere, kalapács! Asztarod. Jó, nem érünk rá. Hű, ez lehet, hogy úristen, de nagy hibát követtem el, várjatok. De még korrigálhatom, ugye? Még vannak helyek. Szerintem ez még nem egy bukott helyzet. Jó lesz, jól van. A kalapácsa egy kicsit... Hát egy kicsit azért, na. Kicsit játszottam a kalapáccsal. Várjatok. Be vagyok. Mi a fene történik itt? Szóval Norbi levette tényleg a napszemüveget. Mi az Isten történik ma? És azért... Na mindegy. Én be kell valami, mert tudtam, hogy ez tervben van, de... Mi van? Erről nem tudtam, hogy ez most lesz. Most kicsit meglepődtem. Egyrészt... Jó, na mindegy. Ajjaj. Tudjátok mit, akkor én is... Menjen, szarok bele! Ez egy ilyen nap. Kiara arról maradtál le, hogy Norbi levette a napszemüveget, és én azt hittem, hogy itt trollkodnak a cseten az emberek, és nem. Jaj, ne, ez egy úristen, én már nem vagyok ilyen, Norbi, ezt nem hiszem el, Norbi szabotálja a mai teljesítményemet ezzel a számomra is meglepő lépéssel. Miért pont ma, Norbi? Istenem. Telelkeden szárad ez a... Több száz ember csatorna pontja veszik oda. Te szánalmas, amit művelek, így is Istenem. Kiara, te meg mindenki, aki most jött, meg azonnal légy szíves, kapcsoljátok ki ezt a streamet, ne nézzétek. Ez meg... Fú. Hát, menj a francba. Ámint, hogy van ez így, mosolygok, boldog vagyok, játszhatok végre. Leöblítem ezt az ocsmány hetet, ami eddig egyébként egész jó volt. De hogy verte be a fejét oda, amikor... Jó, hát ez egész elképesztő. Menjél már, könyörgöm. Szedd már össze magad! Na jó, menjünk egy 10x10-es.
Hát ezt nem hiszem. Ülj meg. Egy hely van, ami nem az enyém lesz. Jó van, Norbi, köszönöm szépen! Köszönöm szépen, hogy ma vetted le a szemüveget. Eliminálta Norbi. Most meg akarom nézni ezt a videót, de hát megy a stream. Tönkretettek. Tönkretett Norbi és a játék. De a hásfa még mindig velem. Milyen fake news? Itt van előttem a rohadt videó. Ákos, menj föl a csatornájukra. Én is azt hittem. Menj föl a Pampkutya csatornára, srácok, és ott van a videó. Nem nézzük meg együtt. Én nem szeretem így elodázni. Most láttátok, hogy mi történt? Annyira kizökkentem, hogy föl sem fogtam, hogy kiestem és nyomkodtam a gombokat. És mondom, nem úgy mozog a karakter. Tönkretettek. Hát nem jutottam a döntőbe, már kapjátok is a pontokat. Én ezt már nem bírom. Én sem bírom. Tudjátok, lehet, hogy nem tudom. Valamit ki kell találnom, mert ez így nem lesz jó. Hát indítok egy újat. Nem ezt találtam ki, ennél talán lehet, hogy valami kreatívabbról lesz. Szóval valami e-sportoló trükkel ide. Látok, lehet... Lehetséges volna. Hogy... Meg kell reformálnunk a gaming világát? Mennyire működhet? Hát kell egy csuklótámasz. Uramisten, ez lehet, hogy működik. Egész kényelmes. Csak a csatát nem annyira látom. Nem olyan rossz. Mert ez a mai nap, ez... Egészen hihetetlen dolgok. Norbi veszi a napszemüveget. Megreformálom a gaming világát. Ja, hogy itt már nyújtam volna le a billentyűzethez, amikor rajta van a kezem. Nem kell aggódni. Az első kört még így is, úgy is össze tudom hozni. Sőt, az is lehet, hogy növeli a teljesítményt. Az a helyzet, itt az éle egy kicsit vágja a csuklómat. Mit tudunk ez ügyben tenni? Hát, semmi jelen pillanatban. Nos, na nézzük. Norbi csak nekem hasonlít By Alexre? Wow, szerintem igen. Na jó, ez a stream nem, amúgy sem terveztem, hogy hosszú lesz, de most már tényleg nem lesz hosszú, mert mennem kell megnézni ezt a videót. Még egy picit megyünk. Te, várjatok, ez... Nem túl erős ez a pálya a kezdésnek? Szóval ez... egyből a mély vízbe dob? Na, többen kérdezitek, most nem viccelek. Én is azt hiszem, hogy ti itt át akarnak engem verni. És fönn van tényleg egy videó most a Pampkutya csatornán, hogy Norbi levette a szemüveget. És én mondom, én tudtam erről, hogy készül ilyesmire. Azt arról nem tudtam, hogy ez... én azt hittem, hogy ez kicsit később lesz. Ezért vagyok ennyire meglepve. De még így is kidodzsolom a húgolyókat. Nézzétek, oda balra mennek azok a nyomorékok. Nem is tudom, hogy lehet menni balra. Ja, de tudtam, mert engem is már lekotort néha. Kis kotrás jobbra, kis kotrás balra. Meghembergőzünk ott a hotdog barátunkkal. És van aki... Szóval azt hittem, hogy jó lesz. Teljesen szétestem. Hát szétestem.
szét vagyok kulva, mint egy porított bab! Nincs értelme. Nem á! Hülye mongúz! Na jó, csak behaigáltak. Na szóval mi van? Nem tudom. Nem tudom eldönteni, hogy előny vagy hátrány ez az emelt billentyűzet. Az illat az kellemes. De lehet, hogy inkább visszatérünk a... az old school megoldásokhoz. Ezt úgy kell ejteni. A mongúz. Ez a... ez a perfect kiejtés. Édes Istenem, ne a streamet nézd meg, Conan! A videót a YouTube csatornán. Ott a Pamkutya YouTube csatornát nézd meg. Nem a streamre gondoltam. Tehát ne a VOD-ba keressétek a szemüveglevételt, hanem a YouTube csatornájukon. Meg mik a reakciók? Fú, de kíváncsi vagyok. Aztán mindenit nem hittem volna, hogy ez egyszer megtörténik. Le a kalappal edőtöd, hogy ezt eddig kibírtad. Atya világ. Nem tudok így streamelni, elnézést kérek. Minden elismerésem Norbinak. Én attól félek, hogy Norbival ezek után nem lehet elmenni sehova, mert túl sokan meg fogják ismerni. Vége, vége ennek a szép világnak. Na jó, nem, majd meglátjuk. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Érdekes, izgalmas idők következnek. Ma még bármi megtörténhet, én azt gondolom, hogyha Norbi ilyen váratlanul ezt meglépte, még az is lehet, hogy én ma megnyerem ezt a... babfutamot. Simán el tudom képzelni ezek után. A kalapács! Úgy érzitek, hogy itt az idő? Ho-ho-ho, simán, simán működik. Na. Az eperezések. Ott is van. A végén kiderül, hogy a modok igazából emberek? Nem, az van, ekkora fordulatra ne számítson senki. Az már sok lenne, azt már nem bírnák az emberek feldolgozni. Közben a kommenteket. Így sokkal komolyabb az arcod, eddig örök 20 évesnek néztetek ki. Azt hittem, hogy nem sokban különbözik, de teljesen máshogy néz ki. Egyébként érdekes, igen, azt látom, ez a komment kapott 232 lájkot. Így most lehet, meg lehet nézni, hogy miért működött eddig a napszemüveg megoldás. Mennyit számít tényleg? Hihetetlen, hihetetlen, hogy még valaki még mindig írja a chaten, hogy nem vette le Norbi a napszemüveget. Szóval itt van előttem megnyitva a videó, és még... De vártok, ha te azt írod, akkor az úgy is van. Jó, ne szarakodjunk, hanem vinre fel. Lépjünk túl ezen a témán. Egy igazi sportoló el tud vonatkoztatni a magánéletétől, meg bármitől, és ki tudja zárni a külvilágot, és csak arra tud... De hogy? Ilyen... Fú, láttátok, hogy egyszer nyújt ki a falból ez a két gusztustalan, színes téglatest? Rohadna meg. Esélyt nem hagyott. Jaj, ne, ezektől most már félek, egyszer már ugye le... A kövile ez az utolsó, mert... a teljesítményem most... hát vagy úgy 60%-nyit romlott. Sajnálom. Sajnálom. Komolyan sajnálom. Teljes szívemből sajnálom. Nem tudom, nem foglak tudni titeket kiengesztelni.
Az utolsó körhöz érkeztünk, sajnos. Menjen, menjen az utolsó. De... nézem, hogy mennyire bíztok bennem. Annyit megígérek, hogy most. Hát nem ígérek semmit. Inkább nem ígérek semmit. Csak nézem, hogy hogy alakulnak a pontok. Vajon, azt kérdezi Ákos, hogy ezt vajon megírja az Index? Ha jól emlékszem, a külkenyérügyi miniszterként elért eredményedet megírta. Hát igen, a jó kis mindeközben rovatba ugye előkelő helyen ott volt, de hát igen, ilyen fontos eseményről, mint ami a Magenta Squash-sal kapcsolatban történtek ezek az események, hát ezt nem lehetett kihagyni. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy fognak róla említést tenni. Pikás azt írja, hogy veszek egy szabot, ha nyersz. Jó. Kösz a semmit. Erre annyit tudok mondani. Ja, én is tudok mondani. Erről ennyit. Nem bírom ki, srácok. Nem bírom ki, elnézést. Bele kell innom a kólába. Hát, ha segít. Sajnálom. Tudtam, hogy egyszer eljutunk idáig. Hát rám fog a galamb. A galamb világ az ilyen kegyetlen. Küzdünk az utolsó falatokért is. Kiesszük a másik szemét is, ha olyan helyzet adódik. Minket nem érdekel semmi, csak a... jól van ez így, jól van ez így nekem. Rendben, elfogadom. Ha a sors így akarta, hát legyen. Puhított rostjaimmal, vígan szaladgálok tovább. Láttátok, hogy elesett a gyerek a semmiben? A gyerek? Hát a bab. Én most érzem, hogy eljött az idő. Egy, kettő és szám... Nem jó. Jó van. Egyszer már jó lenne ott tovább jutni. Az önbizalmon nagyban nőne az önbizalmon. Aztán ez elsodor. Hihetetlen, hogy még ilyen ordas hibákat elkövetve is. A top 10! Majdnem ott vagyok a top 10-ben. Így jó lenne a mikrofon? Amúgy így lehet, hogy jó. A csalódottságot az arcomról eltakarja. Talán még egy kis... nem, hársfát már nem bír. Ezt eddig miért nem használtam ki? Ezt a csodás lehetőséget. Sziasztok, 10 éve vagyok online tartalomgyártó. Úgyhogy profi szintre vittem az eszköz használatot. Ja, hangos a mikrofon? Bocs. Nem is értem, hogy... ennyit a napszemüveg teamről, Norbi fellázott. Igen, elvesztettünk egy csapattársat. De látjátok, ez így lett, így volt megírva. Ezért csatlakoztam. Mikor is? Hogy volt ez? Tavaly? Mi a memóriám? A Norbi után keletkezett űrt a napszemüveges világban. Hát betölteni bár lehet, nem tudom, de... talán ennyi hittem. Mint egy septafa. Én egy septapasz vagyok a YouTube lelkén.
De tudjátok, nem az a sebb tapasz, ami jó minőségű. Nem, vannak a burzsú sebb tapaszok, amilyen mesefigurák vannak. Én a legolcsóbb, barna, olyan, aminek ilyen rojtos már a széle, szóval már inkább megbújik benne minden fertőzés, mint sem óvja a sebet. Én ez a sebb tapasz vagyok a YouTube lelkén. Ami már több fürdést is megélt, és már ilyen, hát elég gusztustalan. Kicsit büdös is, valljuk. Ez lennék én. Ja, amúgy azt el akartam onnan tüntetni. Na jó, ez a pálya. Nem okozhat kihívást. A seggétől nem tudtam felugrani az alzának. Úgyhogy akkor ezt elengedjük. És elég szar pozícióba vagyok, azt hiszem. Freestyle! Beleviszem a saját stílusom. Légy szíves! Az a dobbantó merre dobbant? Nem. Ó, de jó, hogy elmentem oldalra. Ja, ilyenkor sose tudom, hogy mi a jó döntés. Nyilván meghozom a rosszat. Oké, okay, ez kell. Az! Majdnem. Ó! Oh. Az most nyílt ki ott jobbra. Merre kell menni? De jó lenne tudni, hogy hányadik helyen vagyunk, ez... Miért nem mondják be a csapatom ilyenkor a fülembe, bemondhatná igazán a rádióban... Most mi a szar van? Azt a micsoda freestyle-ok! Ezért miért nem kapok plusz pontokat? Rohadt játék. Nem tudja értékelni. Én a művészetet, amit beleviszek, nem, egyszerűen nem értékeli. Nekem nem olyan... Já, nincs ebben egy olyan... Ott is van! Az jó nekem. Szóval nekem nem olyan játékmód kéne, amiben így be kell jutni a top 10 meg ilyenek. Nekem olyan kell, amilyen pontokat ad a... Ilyen Tony Hawk, vagy nem tudom, ilyen... trükkökért, meg kombókért adna mindenféle pontokat. Drága barátom, ne erőltesd ezt. Ugye valaki van olyan? De szomorú ez a társaság. Hol vannak a babos érdekességek? Hát figyelj, ez a stream már elúszott. Rendben, igazad van. Bár sok fajtája van, fehértől a zöldig, száraztól a veséig, a tápanyagértékük nem sokban tér el egymástól. A bab remek B1, K-vitamin, folsav, foszfor, magnézium és nátrium forrás. Ásványi anyagai közül pedig jelentős, ami a molibdén, a vas és a mangán tartalma. Molibdén. Most itt vagy... Hát molibdén, én is reggelre mindig molibdénmel kenem be magam. Hát a rohadt pörgetjük. Kiszopkodom a molibdént valamelyikükből. Gyere, add ide a molibdénet. Annak a hajában van, a szakállában van a molibdén. Jaj, ne! Á, Istenem, már annyira... Ezt nem szeretem. Köszönöm, mindjárt nézem. Mindjárt nézem, csak itt a... Még a molibdém... Befejezem a... Napi molibdém... Kiara! Hello! Mármint, hogy hello, hát hello. Csak mindig meg kell néznem, hogy hányadik hónap, meg hogy van, meg mint van, és második hónap. Ugye? Meghosszabbítod július végéig? Uram Isten, el a... Hát akkor te már most... Akkor ezt látom, igen, mert furcsa volt. Hát... miért akarsz magadnak ilyen... kétes minőségű nyarat? Mik a terveid nyárra? Jön a jó idő.
És itt leszel a streameken? Hajaj, komoly magánéleti problémák. De szorítunk ki arra. És köszönöm, Niki, a csírt. A mangó. Hát meg, hát jó, ellehetetlenítettek a gyümölcsök az elején. Maradunk a bal oldalnál. Az alma az ugye tudjuk nagyon jól, hogy velem van. Nem érzem, hogy ez meg lenne. Megeperezték a cápát! Engem meg megnarancsoztak. Fogynak a helyek, és úgy látom, sokan vannak előttünk. Jó, rip. Hát ez egy rip. Tugolj meg! És... Hát de miért engem vitt? Miért? Megvan a megoldás. Ja, igen, egyébként, Niki! Almát ajándékozott Niki, a Nivi Kivi, és egyébként a 45 bitet még egyszer nagyon köszönöm. Köszönöm egy kicsit, meg az ajándékszábot, amit kikapott. Már meg kell néznem. Doppler XL! Gratulálunk a... És Jézusom, a döntő jött volna. A döntő. Ja, jön a Hide the Pain Widman, minden a legnagyobb rendben. Meg is nézzük, hogy kit rédelünk. Közben amíg... Láthatjátok, hogy küzdenek babtársaim. Miután ugye már ők engem jó ízűen elfogyasztottak. Kiszotyolázták belőlem a molibdényeimet. Azért látjátok, nézzétek meg, milyen élénk szép szeme van. Ki csattan a molibdéntől? Rohadék galambja. Pontok, igazatok van, mindig elfelejtem. Az utolsó alkalommal valahogy mindig elfelejtem. Próbálnám így elsikkasztani a pontjaitokat, de titeket nem lehet átverni. Nem, talán egyszer azért összejön. Sajnos ez van. Mennek a pontok, ömlenek rátok, nem győzitek majd hova pakolni ezt a sok csatornapontot, amit kinyertetek a molibdénjeimből. Fene egye meg. Így zárjuk a hetet, de mondjuk, jó, nem, na. Most mit panaszkodom, amikor volt kettő döntő. Na, közben mit látok? Micsoda? A hárs legyen velem. Közben mindjárt nézem itt a dolgokat. Dobsz linket, Hungarian? Vagy várjál? Várjátok, még böngészek itten már. Ujjaj, ne! Várjatok. Nem, már rég volt, srácok, most tudom, már rég volt, de professzorhoz köszönjünk már be. Lecsakkolom mindenféleképp. Most a Rocket League-es raid lesz. Most legyen Rocket League-es raid. Én most oda raidelnék egyet. Rég voltunk már. Aztán majd még bővítem a raid listámat egyébként nagyban. Nem fogunk háttábosokat streamelni, nem támogatjuk
nem támogatjuk a raiddel ezt a fertőt. Mert különben is a konkurenciát jelentenek a számomra, ugye. Én is bele fogok vágni a háttába nem sokára, és nehogy már addig átmenjetek Amuranthoz, meg ilyenekhez. Nagyon szépen köszönök mindenkinek mindenféle kedves kommentet, szurkolást. Legyen nagyon szép hétvégétek. Askorfett, köszi a streamet, jó pihit, mindenkinek jó pihit, köszi Modik, hogy itt voltatok. Találkozunk jövő héten. Nyomom a raidet. Hello, hello.